hivatalosan is megjelenik meg a 20 éves általános iskolai osztálytalálkozónkat. Röviden, hogy hogy képzelem én el, hogy bezárjuk ez a mai nap. Itt lenne egy picit irányítottabb rész, és akkor átmennénk a platánba. És ott közösen elfogyasztanánk egy vacsorát, és akkor mindenki felszabadultan tudnánk beszélgetni, meg anekdotázni, felidézni a régi emlékeket. Én szeretném elmondani, hogy nagyon örülök neki, hogy sikerült összehozni a 20 éves osztálytalálkozónkat, főleg azok után, hogy az én emlékeim szerint a 10 éves és a 15 éves is elmaradt. Tíz éves volt. Az öt éves volt, meg én emlékszem. Az tíz éves. Én katona voltam, nem tudtam eljönni, de... Jó, hogy tudjátok mi ezt történt, mert akkor jelentették be az eljegyzést. Az öt éves volt. Az öt éves volt. De a tíz is meg volt. A tíz is meg volt. Amint a visszaesés. Spati feje bentem van. Én is meg volt. Ezt szóljál már. Jó, akkor elnézést. Lesz még biztos. Ennek te még nem voltál. Ennél nagyobb kurányi. Biztos lesz még ennél nagyobb kurányi. Örülök neki, hogy mindenki, bárkivel beszéltem, akár e-mailben, akár telefonon, akár hogy kommunikáltunk, mindenki azt mondta, meg azt is éreztem, hogy szeretné eljönni, meg örülnék, hogy meg van szervezve ez az egész. Aki bármiben is tudott segíteni, akár abból, hogy megtaláljuk egymást, akár abból, hogy lányok ide süteményt sütöttek, lesz pogácsa is lenn majd a platánban. Én erről nem tudtam. Köszönöm is az Anitának, Tündinek és a Zsuzsának is, hogy hozzájárul. Ezzel is azzal, hogy picit színvonalasabb, jobb legyen a mai találkozónk. A hiányzókról szeretnék mondani pár gondolatot, hát valakiről tudok, konkrétan is jelesztés, hogy nem jön, valakiről nem tudok semmit. Gyorsan, hogy végigmennék. A Markovics Gabi nemzetközi fuvarozással foglalkozik, kamionsofőr. Tegnap, mert ő nagyon szeretett volna itt lenni, tegnap pakolt fel, elfogott be nekem jeleztés telefonon, hogy úgy néz ki, hogy hazaér. Most délbe írt egy SMS-t, hogy ne haragudjak, de úgy néz ki, hogy csúsztak a dolga, és éjfél körül fog itt hol lenni, úgyhogy megvárjuk. Megvárjuk, én is azt akartam. Simán. Számomra, ha már akkor ugye a Handi Peti, ő is tegnap szólt, hogy határidős munkát vállalt be, Pesten dolgozik, és sajnos nem végzett vele, úgyhogy a mai napra is rámegy. Ő azt ígérte, hogy ha időben végez, akkor a platánból oda fog jönni. Pintér Attila, róla nem tudok semmit. Az amit találkozott az anyukájával, annyit tudom, hogy Pesten van. Talán Éli mondta, hogy az anyukája Győrbe költözött, és talán nem tartják a kapcsolatot. Tehát igazából nem, bárhogy is próbáltunk bármilyen szállon menni, utána nem értük utolni. Erika ő jelezte, hogy jönni fog. Ővel beszéltem és e-maileztünk is. Ő mondta is, hogy jön. A héten nem válaszolt se az SMS-ekre, se az e-mailekre, úgyhogy nem tudom, hogy igazából mi van. Mert ő Móváron él, meg van mikor külföldön. Elvileg most itthon van, azt mondta, hogy jönni fog. Lehet, hogy ideje, de nem jelezte, hogy lenne oka, hogy menjünk. Hát végére vettem át a Szabolcsot és a Deát, bennük kimondhatom nyugodtan, szerintem csalódtam, úgy látszik, hogy nekik nem fontos az, hogy együtt legyünk, vagy találkozzunk. A számomra a legnagyobb hiányzó Bakonyi István, az osztályfőnök úrunk. Ha írt egy köszöntő levelet, bocs, picit elérzeit indultam. Nem, mindig kasmus, hát te mondtad. Amit szeretnék elolvasni. Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm minden kedves volt a tanítványomat és a hozzátartozókat. Erre a volt 8. osztály 20 éves osztály találkozója lehetőséget. Ők, akik 1988-ban fejezték be általános iskolai tanulmányaikat.
Nagyon örültem, amikor az osztály képviselője Raff Tamás felkeresett a meghívóval. Ez azt jelentette nekem, hogy nem feledkeztettek el róla. Állítom, hogy egy közösségnek találkozni, összejönni mindig jó dolog, lehetőség adódik a régi barátságok ápolására és az úgynevezett élménybeszámolókra is. Én magam is szeretem ezeket az együttléteket, hisz lehet nosztalgiázni, a számunkra kedves eseményeket felidézni. A ti osztályotokra is szívesen gondolok vissza. Lehetett veletek dolgozni, de a diákcsínek sem maradtak ki. És ez így van rendjén. 20 év szép idő, sok minden történhet. A nyúli iskolában megszereztétek az alapműveltséget, utána kiki szakmát tanult, leérettségizett vagy főiskolára iratkozott be. Remélem, mindenkinek van munkája és család ellátása, megélhetése biztosítva van. Erről is beszélni kell, hisz az osztály tagjai zömmel családot alapítottak. A legszebb korban vagytok, tele vagytok ötletekkel, tenni akarással. Legszívesebben meghódítanátok az egész világot. Ez a lelkesedés munkálkodjon bennetek további életútotok során is. Ehhez kívánok jó egészséget, kitartást. 52 éve végeztem a tanítóképzőt, 50 éve kerültem nyúlra. 40 évig tanítottam a községünkben, 15 évig voltam tanító, 28 évig pedig tanár. Több ezer tanítványom volt. Több száz kollégával dolgoztam, 7 igazgatóval tevékenykedtem együtt. Úgy érzem, munkámat jól végeztem, hisz tanítani szerettem. Oktatási és közművelődési munkámért több kitüntetést kaptam, miszerint miniszteri dicséretet, szakszervezeti munkáért, nyúl községért, az 50 évért pedig aranydiplomát kaptam. Szívesen emlékszem a községi könyvtárban töltött 15 évre. Sok rendezvényt őriz a napló, amelyben fényképek őrzik a jól sikerült író-olvasó találkozókat, anyanyelvű előadások emlékét, megyei rajzpályázatokat. 12 évig voltam önkormányzati képviselő, ahol a község fejlődésért dolgoztam. Azzal a jól eső érzéssel fejezem be gondolataimat, hogy falunkban megbecsült ember voltam és vagyok. Ez ad erőt továbbra is. Utólag. Még egyszer nagyon köszönöm a meghívást, sajnos egészségi állapotom miatt nem tudok részt venni személyesen a találkozón. Természetesen én is nagyon sajnálom. A távollét nem azt jelenti, hogy nincsenek ismereteim volt osztályomról, és több tanítványommal személyesen is találkoztam, másik iránt érdeklődtem. Remélem, a 25 éves találkozóra el tudok menni, ebben bízva szeretettel köszöntelek benneteket. Kívánok érdekes élménybeszámolókat, kellemes szórakozást. Tisztelettel, Bokonyi István osztályfőn. Azt hiszem, ezen sorok után mi is csak azt tudjuk kívánni a tanár úrnak, hogy a tényleg a 25 éves találkozó személyesen is meg tudjon jelenni.